Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról résztvevőket. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel, a Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Hunor Trade Részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 közös rendezvényén vagyunk. Én Csonka Erzsébet vagyok, Rákóczi falváról jöttem a kis csapatommal. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. Mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. 1984 óta él Budapesten családjával. Kiegyensúlyozott boldog családi életet feleségével, Mariannal, két fiú gyermeket neveltek fel. 1987 óta foglalkozik emberekkel, 1991-től szervez embereket, és azóta van saját szervezési csapata. 1993-tól vezet embereket. Több pénzintézet vezetője volt a múltban. 1996-tól kezdett spiritualitás felé nyitni. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének vezetője. Irányításával a PPH 4 különböző területen lett piacvezető. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével 4 különböző területen lett egy szervezet piacvezető. Vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen sok tízezer ember képzésén és vezetésében vett részt. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever, csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. Vezetőnk több különleges médiumi képességgel rendelkezik. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni. Azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a mai előadást. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé halad a világ? És mi baj van a világ haladásával? Nem halad. Nem halad? Visszafelé halad. Visszafelé halad? Etikátlanság. Etikátlanság? És szerinted mi várható, ha ebbe az irányba halad tovább a világ? Összeomlás. Összeomlás? Aha. Nézzük meg, hogy jelenleg milyen világban élünk. Hát ugye van a világunkban terrorizmus. Miért van terrorizmus? Mert vannak vallások, és vannak tudatlan emberek. Tehát, hogyha a vallást meg a tudatlanságot összerakjuk, akkor lesz belőle a terrorizmus. Olyan világban élünk, hogy van zsarnokság. A zsarnokság úgy jön össze, hogyha a hatalmat tudatlansággal rakjuk össze. Tehát tudatlanná teszik az embereket, a hatalmi emberek, a hatalomban lévő emberek, és ezáltal zsarnokoskodhatnak fölöttük. Káosz is van, ugye egyre inkább. Az meg abból jön, hogy ilyen liberális szabadság, mindenki mindent lehet, ezt az emberek tudatlanul csinálják, akkor nagy káosz lesz belőle. Korrupció is van ezen a bolygón jelentős mértékben, az pedig úgy áll össze, hogy pénz, ugye mivel olyan világban élünk, ahol a pénznek elég nagy jelentősége van, és az emberek tudatlanok, akkor a tudatlanságot meg a pénzt összerakjuk, akkor lesz belőle a korrupció. Éppen beszélgettem tegnap valakivel, egyik rokonommal, és hát megkérdeztem tőle, hogy fog-e menni Mága koncertre. Ez nem a Mága koncert reklámja,
akkor én megkérdeztem. És akkor mondta, hogy igen, ugye az elsőjén lesz este. És hát én meg mondtam, hogy én meg nem szívesen megyek senkinek se előadására, se koncertjére, se semmilyen előadására vagy bármi, hogyha én azt tudom, hogy nem saját erejéből érte el azt, amit elért, hanem a hatalom támogatta őt, méghozzá nem kis lóvéval. Ami azt jelenti, hogy szó szerint az olyan embert, amelyik a hatalom támogatta, tehát mikor te olyat hallasz, hogy valaki szegényként hova fejlődött, azoknak a nagyon nagy zöme nem saját erejéből fejlődött oda, hanem valami hatalmi érdeknek lefeküdt, szó szerint, megvették őt kilóra, és gyakorlatilag eladta a lelkét, úgy is lehet mondani, és persze úgy könnyű sikeresnek lenni, hogy 100 milliókkal, vagy 10 milliókkal, vagy 100 milliókkal, vagy milliárdokkal támogatják hátulról. Na most, ha megnézzük, csak mondok példát. A mai miniszterelnökünk, az is így került hatalomba, egy csóró emberke, hogy jut Amerikába a Soros Alapítvány támogatása által egyetemre? Úgyhogy hátulról nyomják őt, persze. Na most eleve, ugye megnézzük mondjuk a miniszterelnökünket ebből a szempontból, hát eleve ugye kis vezető volt. Felfigyeltek rá, ugye még a szocializmusban, tehát magyarul lefeküdt a kommunistáknak is, lefeküdt a kapitalistáknak is később a rendszerváltás után. Most is fekszik a kapitalistáknak, tehát most is fekszik, érted? Na most az ilyen emberek milyen gerincsel rendelkeznek? Gumi, vagy olyan, mint a, hát olyan gerincsel, mint mondjuk a csiga. Nincs. Nincs gerincük. Még nem is gumigerinc, hanem gerinctelenek. Úgy hívják, ezek a csiga emberek, tudod. És akkor mondok példákat. Tehát ezért, tehát nehogy azt higgyétek, hogy régen is így gondolkodtam, de valamilyen szinten ez mindig bennem volt, mert én még kis tag se voltam annak idején. Tehát az osztályból a középiskolába lehetett már kis taggal válni, és kettő gyerek a középiskolában, az osztályban nem volt kis tag. Abból egyik én voltam. Sőt, kisdobosnak és úttörőnek egy évvel később vettek fel, mint a többit. Az összes osztálytársam már kisdobos volt. Én még nem, én egy év múlva. Mert ugye év elején volt kisdobos avatás. Majd úttörővé is, nem ötödikes koromba váltam, hanem hatodikos koromba. Miért? Azért, mert ellentmondó voltam már akkor is. Érted? Már kisgyerek koromba. Már akkor is, ami nem tetszett, azt elmondtam. És nem azért, mert ami a szívemen a számon, nem. Nem. Hanem azért, mert nekem nem tetszett sose se az etikátlanság, se az etikátlan emberek. Tehát mondok példát, nekem volt egy barátom, aki a közvetlen szomszédunk volt. A házunk össze volt építve. És általános elsős koromtól, mivel szomszéd volt, barátom lett. És amikor elkezdett dohányozni, onnantól kezdve nem lett barátom. Érted? Pedig én nem tanultam előtt az etikát. De onnantól kezdve megszakítottam a barátságot vele. Érted? Mert én nem akartam dohányozni. És nem volt sose gyerekkoromban, meg később se olyan barátom, aki dohányzott. Érted?
Hát ugye azóta már tanultam, fentről kaptam információkat azzal, hogy ne tegyél olyat, mert ártó tett, ami a saját túlélésedet veszélyezteti. Érted? Tehát mondhatja valaki például azt, hogy mit tudom én, mint tegnap volt egy rokonunk, aki anyámmal egy idős, illetve egy éve fiatalabb, és akkor mondta, hogy mit tudom én, pár évtizeden dohányzik, és most is dohányzik. Ugye édesanyám 82, meg 81. És 81 évesen is dohányzik. És már 81 évet élt, és dohányosan élt. Hát most gondoljátok végig, hogyha nem dohányzott volna, akkor még tovább tudna majd élni. Érted? Még egészségesebb tudna lenni. Tehát akárhogy nézzük, valahogy bennem benne volt az, hogy az olyan dolgok, például mit tudom én, benne voltam a csíntevésekbe. De amikor már olyan szándékos ártás volt a csíntevés, érted? Ahol már nagyon ki akartak szúrni mondjuk egy gyerekkel, vagy egy, mondjuk a gyerekekkel szembeni csíntevésben sose voltam benne, mert mindig megvédtem a gyerekeket. A tanárokkal szemben a csíntevésben benne voltam, de amikor már azt láttam, hogy az már egy kiszúrás a tanárral, nem kicsi, akkor szóltam a tanárnak. Na most gondoljátok be, hogy ezért mennyire kedveltek egyesek az osztályban. Hát egyesek nem kedveltek, hát én sem őket, hát szóri. Ennyi. Na most képzeljétek el, mindig úgy furcsálottam az egészet, ezt már lehet, hogy mondtam, furcsáltam az egészet, hogy nálunk se az általános iskolába, se a középiskolába nem volt osztály, közösség. Nem volt. Mindenütt volt osztályközösség, a párhuzamos osztályokban, jó, az általános iskolában nem volt párhuzamos osztály, mert más évfolyamokon volt párhuzamos osztály, de pont az a 62-es, 61-es évvesztes, 61-es évvesztes és 62-es gyerekek, azok valahogy jóval kevesebben voltak, mint az előtte meg az utána lévők, ezért nálunk csak egy osztály volt, a többiben mindenütt kettő, vagy volt olyan, hogy három is. És mindenütt volt osztály, közösség, nálunk nem. És akkor már utólag valamikor nem olyan rég, egy jó pár évvel ezelőtt rájöttem, hogy miért nem volt osztályközösség miattam. Tudod miért nem? Mert én nem álltam be azoknak a vezetése alá, akiket én etikátlannak éltem meg. Etikátlannak láttam. Érted? Tehát ezért saját csapatot hoztam létre az osztályon belül. Például volt az én csapatom, az a nem dohányzókból állt. Érted? És a dohányzók ezáltal külön csapatban voltak. Hát nyilván nem fogok beállni alájuk, és ugyanez volt a középiskolában is. Én nekem volt saját külön csapatom. Én fogok mindenféle etikátlan emberrel közösségbe kerülni. Nem is csináltam soha életemben. Mondok példát, mit tudom én, másodunok a testvérem. Börtönbe került, onnantól kezdve kommunikáció csak akkor, ha legszükségesebb. De már nem találkozgatunk, mint előtte. Érted? Tehát én nem akarok olyan emberekkel együtt működni, akik hát ott mit láttam az osztályba, mikor még osztályba jártam, ugye általános meg középiskolába, hogy a többség az dohányzott, érted? Nem a kisebbség. Tehát én voltam a kisebbség az én csapatommal. Érted? És a többség az dohányzott. És ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag létrehoztam egy kisebbségi csapatot. De én nem fogok beállni azok mögé, nem is álltam be sose, akik etikátlanok. Most mondok példát, seregbe. A szivatással szemben én voltam az egyetlen, aki felszólalt a századgyűlésen. Senki más. Többiek biztattak.
de utána már nem álltak mögém. Na most emiatt ugye újonc voltam, ugye ott volt a szív, nem a tisztek szivattak minket, hanem a katonatársak, az idősebb katonatársak. Ezért onnantól kezdve, hogy felszólaltam, én szívtam az egész században a legtöbbet. Érted? De akkor sem álltam be a sorba. Tehát akkor sem. Tehát akkor sem vállaltam közösséget olyan emberekkel, érted, akik nem etikusak. Tehát én például életemben háromszor voltam ittas. Az még mind legénykoromban volt. Egyszer, amikor bevonultam katonának. Egyszer, amikor leszereltem. Egyszer, egy Lajos napkor, még a munkavállalásom legelején. Tehát az első munkahelyemen. És soha többet. Tehát ami azt jelenti, hogy nem azt mondom, hogy antialkoholista vagyok. De mire használom például, én egyedül a pálinkát szoktam inni, a szokás az túlzás, de megfázás ellen, közvetlen lefekvés előtt. Tehát ami azt jelenti, hogy ha mondjuk meg vagyok fázva, akkor az a kúra a lefekvés előtti fél deci pálinka. Tehát az a gyógyszer. Vagy ha valami bujkál bennem, mondjuk valami megfázási tünet, akkor lefekvés előtt iszok egy fél deci pálinkát. Tehát ha antialkoholista lennék, akkor ezt se csinálnám. Tehát nem vagyok antialkoholista, de én meg tudom állni, hogy ne igyak. Sőt, én lementem bárhova a rokonokhoz Szabolcsba, azért nem szerettem bemenni a kocsmába, érted? Mert ott volt, biztos, hogy találtam rokont, meg ismerőst a kocsmába, azt tuti. És azért nem szerettem bemenni, mert akkor ugye azt mondták, hogy gyere már, igyál. És én ugye kellemetlen volt, hogy azt mondjam, hogy nem iszok. De mindig ezt mondtam, hogy nem iszok. Aztán egy idő után megszokták, kellett hozzá vagy 5-8 év, mire megszokják, hogy én sose iszok, és akkor utána már nem kínálgattak, tudod. Tehát most lemegyünk vendégségbe, engem sose kínálgatnak. Tehát sose. Mert tudják, hogy én nem iszok. Na most, ugye miért, honnan jöttem rá, csak ez példaként? Hát próbáld ki, ha nem hiszem. Próbáld ki, mit bírsz ittasan, vagy próbáld ki, mit bírsz józanul. Szóval, hogy mi az, hogy mit bírsz fizikailag? Én ez úgy próbáltam ki, hogy Lagziba voltunk. És ugye minden Lagziba, mivel népes a rokonság, sok Lagziba voltunk, hát volt olyan év, hogy 5 Lagziba voltunk. De nem kevés, még anyagi szempontból se. Szóval a lényeg az, hogy elég sok Lagziba voltunk, és egyszer pont egy szemináriumra kellett jönni, de előtte volt közvetlen a Lagzi. És hát ezért a Lagziba nem ittam. És nem voltam fáradt. Érted? Abszolút. És előtte, mikor ittam Lagziba, hát már 00:30-kor vagy 1 órakor már kezdtem mondani a nejemnek, hogy menjünk már haza, mert én olyan álmos fáradt vagyok. És onnantól kezdve kipróbáltam, hogy jó, akkor nem iszok Lagziba. És hajnalig nem voltam fáradt, pedig végig szoktuk táncolni az egész Lagzit. Tehát ami azt jelenti, és azóta is úgy vagyok vele, hogy nem iszok, és sokkal jobban bírom energetikailag. Tehát sokkal. Na most én számomra azok az emberek, akik olyan cselekményt végeznek, amivel saját maguknak vagy másoknak ugye a kárát okozzák, az etikátlanság. Az etikátlanság. És ugye én nem szeretek közösséget vállalni etikátlan emberekkel. Tehát ezért például, mit tudom én, mondjuk csinálunk mondjuk egy 3 napos vezetőit, akkor például elvárás az, hogy az emberek azok ne azért jöjjenek, hogy igyanak. Jó, tehát ha valaki azért jöjjön, hogy legalább ott, mit tudom én, ihat, hát akkor inkább ne jöjjön. Jó, tehát
Most gondoljátok végig, hát hogyha értelmesen végig gondolja az ember, akkor van olyan képzésünk, hogy mi volt, tehát amikor a, tehát a szenvedély feloldó kócs, ha jól emlékszem. Leszoktató. Leszoktató kócs, igen. A leszoktató kócs, köszönöm szépen, az a neve, hogy leszoktató kócs. Tehát ott a szenvedélyekről való leszoktatás tanuljuk. Azt hiszem az egy két hónapos, nem? Képzés. Egy hónap, ja, egy hónapos volt. Tehát, az első. Ja, az első volt, igen, egy hónapos képzés volt. És hát ugye tanultuk azt, hogy micsoda a problémákat okoznak a szenvedélyek. Tehát milyen maradandó lelki, elsősorban lelki, másodsorban testi károsodást okoz. De elsősorban lelki. Tehát minden szenvedély elsősorban óriás mértékű lelki károsodást okoz. És utána komoly problémát jelent a leszokás az emberek számára. És nem elég az, hogy magával kapcsolatban komoly problémát idéz elő az illető azáltal, hogy valamilyen szenvedélye van, hanem a környezetében élők, a közvetlen környezetében élőkre is káros hatással van. Na most ennek kapcsán gondoljuk végig, akkor melyik az etikusabb? Az, hogy az ember szenvedélymentes, vagy az, hogy valamilyen szenvedélye van? Tehát bármilyen szenvedély, az nem csak saját magára káros az illetőnek, hanem a közvetlen környezetére is, a vele egy légtérben élőkre, természetesen arról van szó. Tehát a vele egy légtérben élőkre is káros hatással van. Na most akkor melyik az etikusabb? Aha. Vagy most mondok példát. Ugye az emberek szenvedélyhez fordulnak, különböző szenvedélyhez fordulnak azért, mert valamilyen hiány van az életükben. Mit tudom én, szeretet hiány, boldogság hiány, bármi. Érted? Tehát valami hiányzik az életükben. És azt hiszik, hogy a szenvedéllyel ezt megoldják. Akkor nem egyszerűbb lenne tanulni, és rájönni arra, hogy mi miatt van valamilyen hiány az életemben. És hogy tudom megoldani, hogy ne legyen hiány az életemben? Nem egyszerűbb lenne? Mint hogy egy olyan szenvedélybe belemenni, ami tönkre teszi sok esetben a saját életében, ritkábban akár mások a közvetlen környezetének is az életét. Hát egy olyan világban élünk, ahol a tudatlanság egyre erőteljesebb bolygószinten, ha megnézed. Tehát még azok az emberek is, akik voltak időszakok, amikor egész normális életet tudtak élni, ahogy telnek az évek, évtizedek, nem egyre tudatosabban élnek, hanem hűlnek. Tehát ilyen elhűlési folyamat van. Tehát mondom anyámnak valamelyik nap, hogy édesanyámnak, hogy panaszkodik az egészségére. Ugye a legutolsó vizsgálatok alapján, ilyen teljes kivizsgálás alapján makkegészséges. De szó szerint makkegészséges. De panaszkodik. Hát ugye mi a baja? Hát ugye akik itt tanulnak, tudják, hogyha valakinek lemegy tartósan a hangulata, akkor minden baja van. Na és ő neki az a baja, hogy tartósan lent van a hangulata. Tehát nem jó állapotban van. Hangulatilag. És ezáltal ugye hát a tünetek előjönnek. Tehát az ember rossz hangulat, akkor bármilyen olyan dolog, ami életében volt neki, betegség, annak a tünete előjöhet. Na most akkor ezt még egyszer mondom. Tehát egy rossz állapotú embernek bármilyen betegsége volt az életében, annak a tünetei simán előjöhetnek tartósan rossz állapotban. Világos ez? Na most ezért, és akkor mondom neki, mivel tudom, hogy minden lelete az tökéletes,
Csak azt is tudom, hogy ugye a hangulata miatt ugye előjönnek a múltbéli betegségeknek a tünetei. Hát nyilván ezt hiába mondom el neki, úgyse érti. Megkérdeztem tőle, hogy ismersz olyan időst, aki egészséges, te korabelid. De jó kérdés, nem? Tehát ismersz olyan időst, te korabelidet, aki nem panaszkodik az egészségére? Ugye jó kérdés, nem? Tehát lámpással kell keresni. Olyan ritka, mint a fehér holló, hogy mit tudom én, mondjuk 80 év körül valaki egészséges, és nem panaszkodik. Mert lehet, hogy nem panaszkodik, de nem egészséges, mert ugye például anyósom olyan volt, hogy mindenféle baja volt, de nem panaszkodott, tudod. Csak lehetett látni rajta, hogy fájdalmai meg egyéb dolgai vannak. Azért olyan fájdalmai voltak, hogy morfiumozni kellett, csak úgy mondom. Jó? Tehát az orvos által előírt morfium adagját kellett beszedni, illetve fölragasztani magának tapaszként. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem gyakorlatilag attól, hogy valaki nem panaszkodik, akkor meg lehet látni rajta, hogy fájdalmai vannak. Tehát ha megnézed ugye az idősebb korosztályt, mondjuk a 70-70 év fölött, 75 fölöttieket, te látsz olyanokat, aki ma egészséges, és szó szerint egészséges. Hát jó, van ilyen. Hát én is tudok a múltból. A múltból, de manapság nem. Érted? Manapság nem. Tehát most mondok példát, mit tudom én. Itt volt az unokatestvérem, de érdekes, gondoljátok végig, ezt csak úgy érdekességként mondom. Az unokatestvérem az anyámmal csak nem egy idős, egy éve fiatalabb anyámtól. Az unokatestvérem. Tehát ugye ő a legelső, legidősebb unokatestvérem, aki nálunk volt. És tehát akkor gondoljátok végig, hogy a testvére, anyám testvére, gyakorlatilag anyám anyja lehetett volna. Tehát ekkora korkülönbség van köztük. És az unokaöcsém, tehát a másodunokaöcsém, az a másodunoka bátyám. Ami azt jelenti, hogy a másodunoka testvérem az egy éve idősebb, mint én. Tehát az ő neki a fia az egy éve idősebb, mint én. Pedig a logika azt mondaná, hogy neki jóval fiatalabbnak kéne lenni, érted? Mert az már másodvonal. Másodunoka testvéri vonal, én meg első unoka testvéri vonal vagyok. És hát ő is ott volt nálunk, ugye a másodunoka testvérem. És ő egy évvel idősebb, mint én vagyok. Ez csak úgy azért mondom, hogy ilyen elég népes rokonság van, és ilyen nagy korkülönbséggel is vannak rokonaim. És lényeg az, hogy mondja, hogy ugye a másodunok a testvérem, hogy az ő anyja egészséges. Vagy talán az unokatestvérem mondta, már nem tudom, valaki mondta, hogy egészséges, és akkor kiderült, hogy nemrég műtötték szürke ájoggal. Akkor az annyira nem volt egészséges, és azóta is problémát jelent neki még az is, tehát az a fő problémája, egészségügyi problémája, hogy a szemébe kell cseppenteni. Tehát ez nála már komoly egészségügyi problémát jelent, hogy a saját szemébe kell cseppenteni, vagy valakinek be kell cseppenteni az ő szemébe. Érted? De egyébként jobb állapotban van, mint édesanyám, mert aktívabb. Tehát aktívabb. Egészségügyileg nem lenne anyuval se semmi baj, csak ő passzív lett teljesen. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy egy olyan társadalomban élünk, ahol elég sok probléma van. Nézzük tovább ezt a kérdést. Ott van bűnözés, ahol szegénység van, és jelen van a tudatlanság. És a bolygón van bűnözés. A tudatlanság az a helyzet, hogy minden gonosz eszköze és a gonoszság gyökere. Na most visszatérve, jó? Visszatérve a
az első gondolathoz. Az első gondolat az volt, ugye, hogy mága koncert, és én ellenszenvet tanúsítok az olyan emberekkel szembe, akik lefeküdtek a hatalomnak. Na most, a hatalom mit csinál ma a bolygón? Elnyomja az embereket. Oké? Tehát, szocializmusban azt tanultuk, hogy a jobbágyi időszakban, vagy a feudalizmusban, a középkorban micsoda elnyomás volt az, hogy a királynak be kellett fizetni a tizedet, vagy a kilencedet, akarom mondani, kilencedet, a papságnak meg a tizedet, így van, a papságnak a tizedet. Ez akárhogy nézzük, ez a jövedelemnek mondjuk durván a 20%-a. És ez mekkora elnyomás volt. Kizsákmányolás volt. Kizsákmányolás, elnyomás egy tőről fakad. Most, itt például Magyarországon, a te megtermelt fizetésednek a felét kell az államkasszába befizetni. Ez, ha számogatok, ez 2,5-szer annyi, mint a feudalizmusban volt. Tehát akkor is a hatalomnak fizették azt a 10 plusz 9 százalékot, meg most is a hatalomnak fizetik az 50%-ot. Tehát ez úgy van, ugye tudjuk, csak hogy tisztában legyél, hogy ne a bruttódból indulj ki, hanem a bruttódnak van bruttója. Tehát a bruttód bruttóját nézve, te a felét kapod átlagosan készhez. Na most, ez azt jelenti, hogyha valaki úgy gondolja, hogy ezen a bolygón, vagy itt a EU-ban, vagy itt Magyarországon nincs elnyomás, vagy nincs kizsákmányolás, akkor az valami szemellenzővel, sőt, becsukott szemmel jár, inkább azt mondanám. Na most, ha megnézzük, tovább megyünk ezen a gondolaton, akkor ugye azt látjuk, hogy a törvényhozók kiszolgálják azt a típusú hatalmat, ami kizsákmányolja az embereket. Tehát szó szerint kiszolgálják. Tehát magyarul lefeküdtek a pénznek, érted? Tehát azért szolgálják ki, mert ő azért kap fizetést, hogy megnyomja a gombot. Érted? Tehát azért kap jövedelmet, de nem is fizetést, mert nem csak fizetést kapnak ők, meg költségtérítést, hogy megnyomja a gombot, érted? Amikor szavazni kell. Tehát gyakorlatilag lefeküdt a hatalomnak, érted? És a legtöbb ember meg nyalja nekik a seggét, érted? Tehát lássuk már át, hogy a gerinctelen embereket nem kéne nyomni hátulról. Érted? Tehát nem kéne, hogy is, mit csinálni? Nem jut eszembe a szó. Hát nem támogatni, hanem annál több. Tudod, mikor például elmegy valaki egy koncertre, és ott őrjön. Érted? Mit csinál? Hát, van erre valami kifejezés. Bálványozni, így van. Nagy, ezt a szót kerestem, így van. Nem kéne ezeket az embereket bálványozni, mert csiga emberek, érted? Gerinctelen csiga emberek, akik lefeküdtek a pénzhatalomnak. Mert ugye úgy van, hogy van a világban egy pénzhatalom, és a pénzhatalomnak lefekszik a kormányok vezetése, érted? Teljes egészében. A pénzhatalmi elitnek lefekszenek az országok vezetői, meg az EU-s vezetők. Egy az egybe.
és a lakosság meg lefekszik gyakorlatilag a pénz miatt az ország vezetőinek. Szó szerint. Tehát egy olyan világban élünk, ahol a pénzért lefekszenek emberek, érted? Tehát most mondok példát, mit tudom én, elmegy valaki egy olyan munkahelyre dolgozni, és idézőjebb a munkahely, vagy munkába, olyan munkába áll, érted? Amelyről tudni, hogy azt csinálja az a szervezet, hogy elnyomja az embereket. Ilyen katonaság, rendőrség, adóhivatal, stb. Stb. Érted? És azért elmegy egy szociális ember, hogy mert ott jól fizetnek. Érted? Te gyakorlatilag basszuskulcs, lefeküdtél a pénzhatalomnak. Magyarul eladtad a lelkedet. Érted? Ugye nem csak arról van szó, hogy emberek eladják a lelküket, hanem, most mondok egy példát, kimennek mondjuk valamilyen oknál fogva békés tüntetésre az emberek az utcára. Tehát ilyen békés demonstráció. És akkor, mit tudom, beraknak abba a békés demonstrációba mondjuk ilyen felbújtókat, és akkor az lesz az egészből, hogy elkezd a tömeg már törni, zúzni. És hol az eszük? Hol hagyták? Otthon? Tehát mennek a hülyék után? Nem számít! Birka vagyok! Megyek a többi birka után, érted? Hát hogy? Nem ezért kellene az eszünknek lenni? Nem ezért kellene gondolkodni? Hogy nem menni a hülyék után? Érted? Mondj egy olyan forradalmat, ami nem véregzése végződött. Nem létezik. Nincs vérengzés nélküli forradalom. Érted? Az, amit Gandhi csinált Indiába, az nem forradalom volt. Az egy békés átmenet. Tehát ott a lakosságnak volt egy békés ellenállása. Érted? Ott is volt tömegbelövés, de nem lázadoztak az emberek. Érted? Nem hőbörögtek az emberek, hanem csináltak egy passzív ellenállást. Nem szolgálták ki a hatalmat. Az az egyetlen, ami nem forradalom volt, hanem egy békés átmenet. Érted? Tehát mi is, ha megnézzük a szocializmusból, békésen átmentünk a kapitalizmusba. Oké? Sőt, egész Kelet-Európa békésen ment át a kapitalizmusba. Erre nem lehet azt mondani, hogy forradalom. Az 56-os az forradalom volt. A 48-as, 1848-as az forradalom volt. Vagy a 68-as szlovákiai, az is forradalom, vagy csehszlovákiai, az is forradalom volt. De ott vérrel, vagy folyt is a vér rendesen mindenhol. Ott is persze. Az, se béke, az is forradalom volt. Tehát minden forradalomnál nem kevés áldozat van. És gyakorlatilag megnézed, a forradalomnak milyen pozitív következménye van. Hát gyakorlatilag semmi. Tehát nincs pozitív következmény. Tehát életeket oltanak ki, rengeteg ember életét, és végül is semmi pozitív, olyan pozitívum nem történik, érted? Sőt, inkább megtorlás van. Na most mondok példát, jó? Ha már felhoztad Romániát, Erdélyt. Hát, ugye Ceausescu egy diktátor volt. De Romániának egy fillér adóssága se volt.
Érted? Egyetlen lej adóssága se volt. Érted? Ezért kellett mennie, persze. Sőt, nem tudom, tudjátok-e, hogy már, már megint elérték, hogy legyen Romániának adóssága, erre találtak egy Ceausescu birtok épület alatt annyi aranyat, amiből simán kifizethették a tartozást. De nem csinálták. Nem engedték. Így van. Érted? 24 tonna arany van Iránban. Szóval lényeg az, hogy, egy olyan világban élünk, ahol hát nézd meg, tehát hogyha valaki elmegy egy olyan munkahelyre, ahol a elnyomás szolgáló az a foglalkozás, mindegy, hogy közvetlenül ő nyom el, vagy segíti az elnyomókat, ez most mindegy, tehát katonaság, rendőrség, adóhivatal, az gyakorlatilag lefeküdt a pénznek, a pénzhatalomnak, és a gonosz eszközévé vált. Eladta a lelkét a gonosznak. Érted? Tehát minden olyan ember, aki a pénznek nem tud ellenállni, érted? Meg lehet őt venni, pénzét meg lehet venni. Az valamilyen szinten eladta a lelkét. Érted? Nem a cseréről beszélek. Tehát a cserével semmi gond nincs. De olyat nem lehet végezni, amivel másokat elnyomsz, érted? Tehát olyan munkát nem lehet folytatni, meg nem lehet olyan munkát segíteni, munka működésének segítségére lenni, ami az emberek elnyomását szolgálja. Mert eladtad a lelkedet. Érted? Tehát a gonosz eszközévé váltál. Hát az aranykorban nem lesz elnyomó, és nem lesz elnyomás, és nem lesznek elnyomók, és nem lesz hatalom. Tudod, hogy miként működik az ember? Elég sok embernek kéne ezt tudni, nem? Vagy azt, hogy miként működik az élet? Ezt is kellene tudni az embereknek. Vagy hogy mik a legfőbb alapelvek az életben a boldog élethez? Ezt is tudni kellene. A legtöbb ember vajon tudja, hogy mi az életének az értelme? Fogalma nincs. Nem kéne tudni? Nem lenne vajon könnyebb és boldogabb az élete az embereknek, ha ezeket tudnák? Ha rendelkeznének ezekkel az információkkal? Na nézzük meg gyorsan, hogy mit csinálunk. Az embereknek eljutatjuk azt a tudást, képességeket és gyakorlási lehetőséget, amelyek által olyan élet és emberismerethez jutnak, hogy képesekké válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására és a lelki fejlődésre. Így az emberek képesekké válnak szeretetben, békében, boldogságban élni azért, hogy a Földön belátható időn belül aranykor lehessen. Tehát az aranykor azt jelenti, hogy az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnek. 2035-ig kell ezt megcsinálni. Célunk mindenki lelki fejlődése az aranykorba jutáshoz. Egy fontos teremtői üzenet, akik nyitottak a szellemi lelki fejlődésre, a tudatosodásra, azért születtek ebbe a földi létben, mert az aranykor létrehozásában részt kell venniük. Aki ezt nem teszi, az nem éli meg az aranykort. Tehát most gondold végig. Lejött az ember azért, az emberek jó része azért, itt az elmúlt 200 évben, az emberek jó része azért született le, hogy kivezesse az emberiséget ebből a saját maga számára létrehozott
zsákutcából. De inkább azt mondanám, hogy labirintusból. Nem is zsákutca ez, mert labirintus. Tehát ebből kivezessék az emberiséget. Na most ezzel szembe ők is belevesznek a labirintusba. És szerinted ezt a fentiek meddig hagyják? Az ő számára. Tök jó, el vagyok ebbe a dagonyába, ebbe a semmittevésbe. Hát az a legfőbb dolgom, hogy tele legyen a hasam. Van is egy ilyen mondás, hogy a magyar addig hallgat, míg tele van a hasa. Hallottátok már ezt a mondást? Nem hallottátok? Pedig ez egy nagyon régi mondás. Hogy az magyar addig hallgat, míg tele a hasa. És akkor szépen, most nem csak a magyarokról van szó, hanem minden nép fiáról van szó. Hogy benne, el vannak szépen ebben a saját maga ellátása, meg a családjának az ellátásában. És mi lesz a küldetéseddel? Mi lesz azzal, amilyen leszülettél? Lehet, hogy nem ebbe az életben, hanem az előzőben. Vagy lehet, hogy kettővel az előttében, vagy hárommal az előttében, mindegy. De akkor is azért jöttél le. Különben nem lenne érdeklődésed a szellemi fejlődés iránt. Különben nem lenne érdeklődésed az iránt, hogy hát kéne valamit tenni azért, hogy jobb legyen az emberiségnek, vagy a bolygónak. Érted? Akinek nincs ilyen indítatása a fejében, nincsenek ilyen gondolatok a fejében, az nincs itt. Tehát ti mindnyájan, akik engem hallgattok, mindnyájan kivétel nélkül, vagy ebben az életben, vagy az előzőben, vagy egy azelőtti életedben, 200 éven belül azért jöttél le, hogy kivezest az emberiséget a maga által létrehozott csapdából. Érted? Most ehhez képest te is csapdába estél vagy, most mi van? De ez a te döntésed, hogy csapdába vagy nem, érted? Mert te, ha benned van egy olyan, mint az imént említettem, hogy kellene valamit tenni, vagy szeretnék tanulni, én fejlődni, jobbá válni, érted? Akkor te biztos, hogy nem egy olyan vagy, aki itt van, mit tudom, 1000 éve a bolygón. Csak mindig reinkarnálottál. Most onnantól kezdve, hát gondold végig, hát nem kéne valamit tenni. Hát figyeld, ezen a bolygón több a jó ember, mint a rossz. 4-szer annyi jó ember van, mint rossz. Csak az a baj, hogy a jó emberek ezt csinálják. Karba tett kézzel várják, hogy valami más, vagy valaki más megoldja. Érted? Na most megkérdezném az életedben. Működött-e a karba tett kéz? Megoldódott-e az életedben bármit úgy, hogy fogtad, karba tetted a kezedet, azt mondom, majd megoldódik magától. Magától mi oldódott meg az életedben? Nem találsz olyat, ami magától megoldódott volna. Tehát vagy megoldunk dolgokat, vagy nem lesz megoldva. Érted? Tehát olyan, hogy magától megoldódik, olyan nincs. Ezt felejtsük el. De az sincs, hogy hát majd már más megoldja. Aha, és akkor mi a jutalom szerinted? Neked mi lesz a jutalmad? Tehát, hogyha más megoldja, akkor neked mi lesz a jutalmad? Neked mi lesz a jutalmad? Na mi? Semmi. Ezt neked. Tudod? Lónak a izéje a fenekedbe, tudod? Azt neked. Ha te se csinálsz semmit, akkor te is azt kapsz. Érted? Hát nyilvánvaló. Hát egyértelmű. Ha valamit, valamiért, nem? Adunk és kapunk, nem? Nehogy már várjunk csak és adni, meg ne akarjunk. Nem? Az élet és az ember működéséhez átadjuk az emberek számára a módszereket. Azért csináljuk, mert az emberek, sőt az emberiség számára
csak egyetlen lehetőség van a lelki fejlődés, hogy aranykor legyen. Mert 2035-ig szánt szándékkal együtt létre kell hoznunk az aranykort. Ezt egy ember nem tudja megcsinálni. Mi? Meg tudta csinálni Jézus? Meg tudta csinálni Buddha? Vagy bárki meg tudta csinálni? Nem. Most adott minden ahhoz, hogy ezt meg lehessen csinálni. Most van az a technika, hogy meg lehet szólítani a bolygón másik felén is bárkit. Érted? Miért? Jézus tudott a életében a bolygó másik felével kommunikálni? Nem, azokkal, akik a Getsemáni kertben körülvették. Azokkal tudott kommunikálni. Meg akivel találkozott útközben. Slussz. Nem volt internet. Nem volt számítógép. Érted? És akkor te meg haragszol az internetre, meg haragszol a számítógépre. Miért? Miért? Hát egy tök jó dolog. Hát tudsz kommunikálni a világ másik felén élővel. Érted? Úgy tudsz vele kommunikálni, mint ott lenne veled szembe. Mert még akár akarod, láthatod is. Érted? Hogy minél előbb, minél több ember elinduljon a lelki fejlődés útján, mert csak így kerülhetnek be az aranykorba. Nézzük, a lelki fejlődésnek ugye 7 szintje van. A legmagasabb szint a beteljesülés szintje. A legalacsonyabb szint pedig a túlélés szintje. Ha körülnézel a saját ismeretségi körödben, akiket ismersz, vagy túlélés, vagy biztonság szintjén élnek. Na most a lelki fejlődés úgy indul, hogy az ember valahova tartozik. Ha lehet egy szektához tartozni, lehet valami valláshoz tartozni. Érted? Lehet azt mondani, hogy én a munkahelyemhez tartozok. De hát ha már az ember tartozik valahova, akkor tartozzon egy olyan helyre, ahol fejlődhet, nem? Nem? Hát a munkahelyen túl sokat nem fejlődik az ember. A vallásokban sem látom, hogy bárki fejlődne. Én ismerek vallásos embereket. Egy fikasznyit nem fejlődtek az évtizedek alatt. Semmit. Érted? Se, édes mond, semmit nem fejlődtek. Tehát olyan közösséghez kell tartozni, ahol az ember fejlődhet. Tehát van lehetősége a fejlődésre. Akkor van valahova tartozás, ha közös rendezvényeken veszünk részt. Érted? Tehát ha nincs közös rendezvény, az mindegy, mondjuk egy vallásnál egy templom, az a között. Éppen van egy mise. Tehát ha nincs közös rendezvény, nincs valahova tartozás. Tehát az a házaspár, amelyik nem együtt él, az nem házaspár. Világos ez? Tehát ha nincs közösségük, akkor az nem családnak hívják. Tehát az a család, amely rendszeresen összetartozik, így van. Na most összetartozni hogy lehet a mai világban? Régen nagyon egyszerű volt az összetartozás, találkoztak, kész, nem? Az volt az összetartozás. Hát más módja nem volt. Mai világban egy kicsit megváltozott, az is összetartozó, akik rendszeresen kommunikálnak egymással. Annak ellenére, hogy nem egymással találkoznak. Hát már hál' Istennek a technikának köszönhető, lehet telefonon, Viberen, Skype-on, meg Messengeren, meg ezer egyéb módon személyesen kommunikálni emberekkel. Világos ez? Tehát azok az összetartozók, akik egymással rendszeresen kommunikálnak. Akkor ugye van még további lehetőség, hogy valamit azonos időpontban ugyanarra fókuszálnak, ugyanarra a dologra.
Tehát az valamilyen szintű közösség a mai értelmezésben. Tehát ha például, mit tudom, együtt meditálnak emberek, akár a világ különböző pontján, valamilyen szervezés által, akkor addig együtt vannak. Akkor addig egy közösséget alkotnak. Ha rendszeresen ezek az emberek kommunikálnak egymással, na akkor vannak egy közösségben. Világos ez? Ha nincs kommunikáció egymással, akkor nincs közösség. Na most ezért nálunk a képzéseket úgy csináljuk, hogy csináljuk a helyszínen, közben kimegy élőben interneten, és tehát élőben interneten bárki igénybe tudja venni, aki tud róla, és utána még azt is tudja valaki, hogyha lemaradt egy ilyen közös képzésről, akkor utólag megnézi, vagy meghallgatja. Nyilván ez az utólagosság már nem az igazi, mert ott már nincs egy idő, tehát nincs egy időben semmi. Tehát hogyha valaki utólag tudja megnézni, vagy meghallgatni, akkor is valahogy gondoskodnia kellene neki arról, hogy legyen rendszeres kommunikációja a közösségen belüli emberekkel. Ez azt jelenti, hogy ugye az nyilván azokkal, akikhez tartozik, és nem azokkal, akikhez semmi köze nincs. Na most, ha valaki egy valahova tartozás szintjén van, akkor tud eljutni a negyedik lelki szintre. De a negyedik lelki szintre csak akkor tud az ember eljutni, ha saját csapattal, saját közösséggel rendelkezik. Tehát saját közösség nélkül, saját csapat nélkül nem. Miért? Mert mi a neve ennek? Elismerés. Tehát az azt jelenti, hogy te adsz elismerést embereknek, és te kapsz másoktól elismerést. Na most, hogy tudja az ember ezt megcsinálni? Tehát most azt gondolnád, hogy elismerés szintjén vannak az előadók, mit tudom én, mondjuk a zenészek, vagy mit tudom én, valaki csinál a sportcsarnokban egy ilyen egyszeri összejöveteles előadást, és akkor neki van. Aha, ő kap elismerést, és ő mennyi elismerést adott az ott lévőknek? Csak úgy kérdezném. Személyesen, mert az elismerés a személyes. Nem az az elismerés, hogy azt mondom nektek, hogy milyen ügyesek voltatok, hanem az, amikor személyesen adom át az elismerést, érted? Mert az embereknek, hogyha tömegével adod így egyszerre az elismerést, akkor van, aki magára veszi, van, aki nem. Ennyi. Tehát nem tudja, hogy neki szólt. Jó, tehát ahhoz, hogy ez működjön, az elismerést adni, kapni kell. Ahhoz viszont saját csapattal kell rendelkezni. Saját közösséggel kell rendelkezni. Amit te hoztál létre. Ahol az emberekkel elsősorban te vagy kommunikációban. Világos ez? Én azt látom, hogy ugye tudjátok, hogy én 28 éve kezdtem el az emberek szervezését, és azóta van saját csapatom. És én azt láttam, hogy csak azok tudtak fejlődni, akik ezen az elven működtek. Tehát az azt jelenti, hogy létrehoztak saját csapatot, és utána kommunikációba maradtak az emberekkel, tehát személyes kommunikációban, és elismerést adtak át az embereknek, és elismerést kaptak az emberektől. Tehát azok tudtak fejlődni. Ezen felül. Tehát azok tudtak eljutni a negyedik lelki szintre.
Nincs ellenpélda. Az ötödik lelki szintre akkor tud eljutni az ember, hogyha a negyedik szint teljesült, és az ötödiket gyakorolja azzal, hogy képes arra, hogy önmagát már kinyilvánítsa teljes egészében. Tehát átadja az embereknek a tudást. Hát nyilván elsősorban azoknak, akik a csapata. Oké? És az, ez megtörtént, na akkor lehet az embernek olyan küldetése, ami a csapatával közös. Érted? Tehát olyan, hogy egyszemélyes küldetés, de nem létezik. Tehát egyedül az ember nem képes nagy dolgokat megvalósítani. Tehát ahhoz, hogy nagy dolog valósuljon meg, csapatra van szükség. Érted? Tehát ezért megnézed, nem volt képes Jézus se nagy dolgot létrehozni. Most a saját életéről van szó, a saját életében nem hozott létre nagy dolgot. Ő egy elindítást tudott csinálni, de nem, ő nem élte meg azt, hogy a tanításai működjenek, érted? Bolygószinten. Nem élte meg. Pedig elég jó képességű, értelmes lény volt. Na szóval, tehát amikor küldetésről beszélünk, akkor mindig egy közös küldetés megvalósításáról beszélünk. És nem egy egyéni dologról. Ha az az egyéni dolog, akkor is valami közösnek a része. Értitek ezt? Tehát ha az nem egy közösnek a része, akkor az nem küldetés. Akkor ez egy egyéni cél, úgy hívják. Tehát az egyéni cél között és a küldetés között óriási különbség van. Jó? Tehát óriási különbség. Mert a küldetés az közös. Na most gondold végig, mit tudom én, valaki kitűzi küldetésként, hogy ő bálnákat ment meg. Hogy ne pusztuljanak ki a bálnák. Csak most mondtam valamit. Egyedül meg fogja tudni csinálni. Hát erre befizetek. Érted? Vagy például azt mondja, hogy egy másik ember, hogy az a küldetése, hogy megmentse a, mit tudom én, a történelmi dolgokat. Egyedül meg fogja tudni csinálni? Nem. Kell neki egy csapat. Világos ez? Tehát kellenek olyan emberek, közösségébe lennie, akiknek ugyanez a céljuk. Érted? Tehát akkor lesz egy küldetés, hogyha sok ember célja azonos. Világos ez? Na most, ez az a szint, a hatodik, hogy csak az kerülhet be az aranykorba, aki legalább a hatodik lelki szintre felfejlődik. A nagy közösségen belül, tehát mondjuk a PPH-n belül, saját csapat nélkül ez nem valósul meg. Tehát el tudsz jutni a harmadik lelki szintig, de mi lesz a negyedik, ötödikkel? A lelki fejlődésed által képes leszel helyesen bánni minden életterületeddel. Itt a 10 életterület. Önmagad, párod, szüleid, gyereked, mások, munkád, pénzed, környezeted, hatóságok, Istened. Ja, ez 10 terület. Az aranykor, szeretet, béke és a boldogság kora, ugye ezt jelenti. Csak az kerülhet be, aki addigra megtanul szeretetben, békében és boldogságban élve, legalább a küldetés, azaz a hatodik lelki szintre jutva, önzetlenül együttműködni másokkal. Tehát hatodik lelki szint. Visszamegyünk ide egy pillanat erejéig. Tehát a hetedik lelki szint.
És akkor a hetedik lelki szintnek mi a célja? Tehát a hatodik lelki szintnek az a célja, hogy az ember bekerüljön az aranykorba, világos ez? Na akkor mi a célja a hetedik lelki szintnek? Hát mit csinálunk majd az aranykorba? Nem, olyan szintre fejlődünk tovább, így van, hogy képes legyünk egy magasabb szintű létformába bekerülni. Tehát nem emberként tovább élni, hanem mondjuk angyalként. Világos? Mert ugye a következő szint az az angyal. Tehát a következő lelki szint az az angyal. Ja, és akkor ott is van a hét lelki szint, annak az első szintje az az angyal. Tehát hogyha valaki teljesíti a beteljesülés szintjét, tehát bebizonyítja azt, hogy ő képes tartósan dolgokra, és továbbfejlődik, eljut a beteljesülés szintjére, és akkor választhat, mert úgyis az ember akkor azt válassza, hogy átmegy angyalba. Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy élhetsz úgy, hogy lesz egy tested, amit te választasz, egy felnőtt test, vagy nem is kell test, mert olyan feladatot teljesítesz be, ahova nem is kell test. Na most, ha nem kell test, akkor nincs kaja, nincs pia, nincs meleg, nincs hideg, világos, nem kell levegő, bármin át tudsz menni. Oké? Lehetsz kíváncsi nyugodtan. A kíváncsiságodat teljes egészében kielégítheted, sőt egyik pillanatra itt lehetsz, a másik pillanatra ott lehetsz, gondolat sebességével. Oké? Hát azért gondolj bele, hogy melyik a szabadabb lét. Ez, amiben most vagyunk, vagy egy olyan létformába, ahol ezeket meg tudod tenni. Oké? Ahol nincs idő, ezáltal nincs határidő. Nincs az, hogy jaj, miből fogom ezt kifizetni, azt kifizetni. Világos ez? De az már nem a Föld nevű bolygón történik. Ezt úgy mondanám. Tehát a beteljesüléssel az ember elhagyja a Föld nevű bolygót, és egy olyan fajta létformába megy át, ami nem a Földön történik. Jó? Ha csak nem az lesz a munkája, hogy felügyelje mondjuk az aranykorban résztvevőket, résztvevő többi embert. Mint lélek. Mint angyal. Jó? Na, mindegy. Szóval a lényeg az, hogy, haladjunk. Tegnap voltunk színházba este, visszajövök, és a színházi előadásban azért egy kicsit megbotránkozva hallgattam, ahogy a színészek ugye az előadásukban gyakorlatilag leértékelték a spirituális gondolkodást. Tehát ilyennel, hogy te ebbe hiszel. Tehát ilyen leértékelően, tudod. Nem dráma volt, elvileg vígjáték. Vígjáték volt. Nem dráma. És de úgy jöttünk el a színházból a nejemmel, hányan voltunk? 8-an voltunk. Úgy jöttünk el a nejemmel a színházból, hogy hát ez kihagyható lett volna ez a darab teljes egészében. Vidám színpadon voltunk egyébként. Mondom, kihagyható lett volna, sőt, jobb lett volna kihagyni. Jó, úgyhogy ugye családdal voltunk. Tehát még mindig ez van, érted? Tehát beraknak színdarabba ilyen leértékeléseket. Hát persze. A legszívesebben, mikor fölálltam volna, azt mondtam volna, hogy anyád.
Aha, igen, tudom. Tapsoltál? Nem, nem tapsoltuk meg őket. Nem, se a nejem, se én nem tapsoltuk meg őket. Tehát egy tapsot nem ejtettünk sehol. Mert nem érdemelték. Tehát eleve ott kezdődik, hogy, mondjuk ha én ilyen szerepet vállalnék, akkor azt mondanám, hogy ezt a részt ezt nem vállalom. Így van. Tehát ami azt jelenti, hogy vagy átírják, vagy akkor keressenek mást. Ennyi. Jó? No. Szóval lényeg az, hogy haladjunk. Már nem sok időm van. Nem. Itt tartottunk. Tehát a tudás és a tapasztalat elsajátítása legalább 9 év. És a torzítások elkerülése véget, egy helyen kell a tudást elsajátítani. Tehát bizonyára láttad már azt, hogy egyik helyen valamit itt tanítanak, a másik helyen úgy tanítanak, a harmadik helyen megint másként, és akkor az emberbe kialakul egy káosz, hogy most mi az igaz. Na ezért. A tapasztalatok elsajátítása saját csoport nélkül nem lehetséges. Tehát egyszerűen képtelen vagy annyit megélni, mintha egy csoport vezetője vagy, és értesülsz a történésekről, a problémákról, illetve a megoldásokról. Tehát én nem kívánom neked, hogy neked annyi problémád legyen, mint amennyi egy csoport esetében van. Ha eddig máshol nem tudtad elérni azt, hogy képes legyél szeretetben, békében és boldogságban élve önzetlenül együttműködni másokkal, akkor máshol nem is fogod ezt elérni. Aki ki akarna maradni a saját lelki fejlődéséből, nem éli meg az aranykort. Egyszerű. Tehát ha megnézzük, ugye, hol volt? Itt volt, vagy egy előrébb? 2035? Így van. Nincs olyan messze. Na nézzük tovább. Csak a PPA-nál van nyíltan, nyíltan. Tehát van máshol is ilyen jellegű tudás. Csak az emberek elől elzártva. Elzárva. Tehát a PPA-nál van nyíltan, egy helyen minden élethelyzetre tudás, módszer és megoldás. Ezért az aranykorba jutáshoz a PPA az egyetlen lehetőség. Ráadásul még a legkedvezőbb feltételekkel nyújtjuk ezeket az embereknek. A PPA az egyetlen esély, nem kapsz több esélyt az aranykorba jutáshoz. Tehát én nem is értem azokat, akik kimaradnak. Föl nem tudom fogni komolyan, hogy mer kimaradni. Tehát nem tudja a következményét? Hát tudatlan, hogy tudja. Igen, hát tudatlan, hogy tudja. Így, de logikus. Képtelen felfogni, hogy annak milyen következménye lesz az ő életére nézve. És ez nem ijeszgetés, ez nem félelembetaszítás. Ez így működik. Ezek tények, így van. És mindenkire vonatkozóan tények. Persze addig, míg a gonosz eszköze az az illető, addig nem lesz vele túl sok probléma. Csak az a baj, hogy akkor meg eladta a lelkét. Mert ugye vannak ilyenek is, hogy itt hagy minket, és az a gonosz eszközévé válik azonnal. Tehát azért hagy minket itt, mert a gonosz eszközévé vált. Nem egy ilyennel találkoztam. Na most az meg azt jelenti, hogy eladta a lelkét. Érted? És minden esetben mi szokott lenni? A lóvé. Érted? A lóvéval veszik meg őket. Vagy a lóvé ígéretével, most mindegy. Tehát lehet, hogy nincs is lóvé, csak ígérete. Tehát egyedülállóan itt minden egy helyen megtalálható. Ugye csak itt van a három az egyben, hogy helyrehozhatod a saját életedet, helyrehozhatod mások életét, és bejuthatsz az aranykorba.
Tehát ez máshol nincs. No, hát körülbelül ennyi fért bele most itt az első részbe. Hát remélem voltak olyan dolgok itt az első részben is, ami hasznosnak bizonyult valamilyen szinten. Ha bármi kérdésed merülne fel, akkor keresd a vezetődet itt a PPN belül. Elérhetőségét ugye, ha nem tudnád, akkor weboldalunkon kérhetsz információt avval kapcsolatban, ki a vezetőd. Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házi asszonyuknak. További szép estét és jó tanulást, sziasztok, szeretlek benneteket. Nagyon szépen megköszönjük ezt a nagyon érdekes előadást, és hát ha még valakik nem vették volna komolyan, akkor hát tájékozódjanak, de ennél jobb információt sehol nem tudunk kapni. Magamról annyit, civil foglalkozásom természetgyógyász voltam, most már PPH szervező. Igazából csak a PPH-s embereket szeretném kezelni, hát vannak még akik ismerősök, őket még nem építettem le. Én azt mondom, hogy nincs értelme őket kezelni, mert ha nem fejlődnek, akkor időveszteség számomra, és értelmetlen az ő számukra. Nekem van 3 gyerekem, a lánykám itt tanul a PPH-nál, őt is szoktátok látni, ismeri mindenki. Cél, hogy még a 2 fiú is majd ide kerülhessen. Én azért kezdtem itt tanulni, mert természetgyógyászként azt láttam, hogy az embereknek elmondom az mindenféle információt, és egyszerűen nem értik, nem tudják föl. Én nem értettem, hogy ők ezt miért nem értik. Hát azért, mert hiába van tudás, ha nincs alkalmazási technika vagy módszer, vagy az emberek hangulata tényleg olyan mélyen van, nem képes a tudást befogadni sem, tehát előbb meg kell az embereket tanítani ahhoz, hogy az egészségüket is helyre lehessen tenni, de mivel ha van tudásuk, akkor ők saját maguk is képesek erre segítség nélkül, és ugye ez a cél az aranykorba bejutáshoz, mindenkinek külső segítség nélkül meg kell tanulni úgy élni, hogy ne legyen se beteg, se ne legyenek problémái. Tehát annyi tanácsot tudok adni. Én elég hamar rájöttem arra, ha ezért születtem le, és szerződést kötöttem, a fenti szerződésnél itt földi szerződés nem lehet erősebb. Tehát ha leszülettem, akkor ezt kell tennem. Vagy megint nincs értelme az életemnek. Hát azt hiszem, hogy tudnék még beszélni jó sokáig, de nem szeretném az időteket rabolni. Most 20 perc szünet következik, utána probléma megoldó coach előadásunkkal folytatjuk. Köszönöm.